A mély vagy darázs által okozott csípés helyén kialakuló fájdalmas, piros duzzanat nagyon kellemetlen, leggyakrabban a bántóérzésen kívül nem jár nagyobb egészségügyi kockázattal. A szakértők szerint azonban a felnőttek nagyjából 3-5%-a fokozottan érzékeny a darázs csípésre, és úgynevezett anafilaxiás sokk alakulhat ki, ami egy rendkívül súlyos, akár halálos kimenetelű allergiás reakció. Kezelni csak az időben beadott adrenalin injekcióval lehet. Az ilyen tragédiák megelőzése érdekében Gábor Zsuzsanna, a Szerencsi Beteg Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Rábainé Véganett önkormányzati képviselő szeptember 6-án életmentő injekciós tollat adományozott a Szerencsi óvoda és bölcsöde részére, amit Kecskésné Nagy Edit az intézmény vezetője vett át. Az EpiPen Junior autoinjektor rovarcsípések, rovarmarások, ételek és gyógyszerek vagy egyéb allergének által kiváltott súlyos allergiás reakciók sürgősségi kezelésére alkalmazható. Az autoinjektorok egyszerűen használható orvostechnikai eszközök, amelyekben előre töltve adrenalin található. Az életmentő injekciós toll esetében fontos, hogy az érintett személyek megfelelő oktatást kapjanak a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, továbbá, hogy az érintettek ismerjék az anafilaxiás reakció jellemző tüneteit. Ezekről Takács Krisztián mentőtechnikus, a Szerencsi Mentőállomás dolgozója tartott átfogó előadást a szerencsi óvónőknek. Gábor Zsuzsanna a helyszínen érdeklődésünkre elmondta, hogy a készítmény pótlásáról a jövőben folyamatosan gondoskodnak.